Sziasztok! Húsvét van! Sokan a gyerekek közül locsolkodós tojás mellé locsolkodó pénzt is kaptak, és ugye az a zsebpénzük részévé lesz. Régebben mi is befőttes üvegben tartottuk a gyerekeknek a zsebpénzét, és hogyha elmentünk vásárolni, sajnos azzal szembesültünk, hogy bemondás alapján kellett megítélni, hogy melyik gyereknek mennyi zsebpénze van, ami nem mindig volt pontos, és nem is olyan tudtuk nyomon követni, hogy kinek mennyi van. Két éve viszont eldöntöttem azt, hogy bitcoin valetekben, tárcákban tároljuk a gyerekeknek a zseppénzét külön-külön, így most már, hogyha elmegyünk valahova, a telefonjaikon egyből le tudjuk kérdezni, hogy mennyi forintjuk is van pontosan félretéve, és ilyenkor locsolkodás alkalmával is, amit például ma a fiam kapott, a nagyitól, a keresztmamától és a többiektől, azokat fogom, és én átküldöm neki az ő saját tárcájába. Ugye nagyon fontos az, hogy nem a hagyományos bankrendszerben vagyunk, tehát senki nem mondja azt, hogy 18 év felett tudsz csak számot nyitni a bitcoin rendszerben. Ugye itt ezeket tárcáknak hívják, teljesen ingyenesek, és senki nem fogja megkérdezni, hogy azt most egy gyereknek nyitott, vagy pedig egy felnőttnek, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert itt a gyerekek is hamarabb be tudnak vonódni abba, hogy mit jelent tudatosnak lenni a pénzügyek terén. Két éve, mikor ezt elkezdtük alkalmazni, azt vettük észre, hogy egyre kevesebbet használják a saját pénzüket, és hogyha arról van szó, hogy ezt nekik kell kifizetni, akkor kétszer-háromszor is meggondolták, hogy vajon tényleg megfelelő kiadása az, amit ők most eszközölni akarnak. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó eszköz. És mégis, hogy csinálom? Ugye nekem van bitcoinom, én vettem valahol, ha neked még nincsen. A legegyszerűbb az, hogy találsz valakit, akinek van ha ez lehetetlen, hogy nem ismersz ilyen embert, akkor például a Revolut app-ban nagyon könnyen tudsz vásárolni a bitcoint, utána érdemes regisztrálnod a blink.sv tárcsa szolgáltatóhoz, ahol át tudod küldeni a Revolutban megvásárolt bitcoinodat, és onnantól kezdve, hogyha ha gyerekeidnek is regisztrálsz egy-egy blink.sv valetet, tárcát, akkor gyakorlatilag ingyen tudjátok egymás között küldeni a bitcoinokat, és így el tudtok számolni. És nem kell átszámolni, hogy most 2000 forint mondjuk mennyi szatosi vagy bitcoin tér, mert egy, egyszerűen csak beírod az hogy 2000 huf forint, ugye tudja az, hogy milyen a forint, és tudja az azonnali átváltó számot, és azt el tudod küldeni egyből a gyerekednek. És ő pedig, hogyha vásárolni szeretne, akkor pedig te fizeted ki neki, éppen ahol vagy, ahogy éppen jól esik, készpénzzel vagy kártyával, és elkéred tőle annak az ellenértékét, bitcoin mai visszakerül hozzád. És gyakorlatilag így tudod a gyerekedet bitcoin használatra szoktatni, illetve tanítani, pénzügyi tudatosságra tanítani, és a zsebpénzüket így tudod nyilván tartani bitcoinban. Úgyhogy ö, szerintem ez egy nagyon jó alkalom, próbáljátok ki, ha segítségkel, kell, egy kommentet, és megpróbálok segíteni. Oké, és akkor most a fiam fog tőlem kérni 10.000 forintot bitcoinban, Aha. Oké megjelenik a link, én pedig fogom. Az én tercemmel rányomok a küldés, beolvasom a kódot, ott van, hogy 10.000 forint, rányomok, hogy fizetés, és az enyém és az övén is megjelezte, hogy átküldt az összeget. És emellett ugye, hogy pontosan nyilván tudjuk tartani, hogy kinek mennyi pénze van, emellett még ugye, aki már több éve tartja, vagy még fél éven keresztül is, azért élvezheti az áldásos hatását az árfolyam Ugye két éve kezdtük el a pénzgyűjtögetést a gyerekeknél bitcoinban, és azóta szerintem kb. a dupláját éri a sebb pénzük, úgyhogy nagyon örülnek neki, és figyelik is ezáltal az árfolyamot és a mozgásokat is.